Leonardo az apja, akkor nem cserélne vele fejet egész Messináért sem. Akárhogy is rá. Csodálom, hogy most is jár a szád, Signor Benedek, amikor nem figyel rá senki sem. Ó, a megtestesült utálat, szoknyában. Hát kegyed még él. Elhunyhat-e egyáltalán az utálat, amikor olyan tápot kap, mint Signor Benedek? Hisz az imádat itt utálattá változik, uraságot bűvkörében. Hát így változik az imádat. De az biztos, hogy minden hölgy imád, kegyedet kivéve. És bár volna szívemben kőszív helyett, hőszív, mert engem nem érdekelnek. Ez szolgál minden nő örömére. Különben folyton nyaggatná őket egy veszett nőbolond. Hála Istennek és hidegvéremnek, ebben megegyeztünk. Ha a kutyám varjút ugat, szívesebben hallom, mintha nekem szerelmet vallanak. Isten tartsa meg ezt a hajlandóságát. Így pár úrfi megmenekülhet attól, hogy orszáját összekarmolja. A karmolástól sem lehetnek csúfabbak, ha olyanok, mint uraságod. Add a nyelvedet a papagájomnak! Jobban járna, mint a tieddel, az biztos. Bár a lovam bírná úgy, mint a nyelvet. Már egy Isten hírével, én most már végeztem. A lovad mindig elfarol a végén. Ismerlek én rég. Signor Claudio és Signor Benedek, barátom Leonardo mindnyájunkat meghívott. Mondtam, itt leszünk egy hónapig. Örömmel látlak, uram, téged is. Hogy megbékéltél a herceggel, a bátyáddal. Köszöntelek tisztelettel. Köszönöm. Nem vagyok a szavak embere, de köszönöm. Parancsoljon, fenséged! A kezed, Leonardo, menjünk együtt! Benedek!